A külső falak és oszlopok már a helyükön, egyre inkább körvonalazódik egy bevásárlóközpont alakja. A munkagépek egy ideje már javában dolgoznak ezen a Máté-Szalkai területen. Itt épül meg a város eddigi legnagyobb bevásárlóközpontja. A kereskedelmi központnak a nagyságrendjét jelzi, hogy 1,6 hektárt érint ez az építkezés, aminek azért is örülünk, mert ez a városnak egy kihasználatlan része volt, itt egy másik nagy kereskedelmi üzletlánc épülete mellett, és ez most gyakorlatilag gyönyörű szépen beépül, a Máté-Szalkaiak használatba vehetik, csak maga az épületnek az alapterülete közel 5000 négyzetméter lesz, ehhez illeszkedik még 210 parkoló, tehát azt gondolom, hogy ezek a számok jelzik azt, hogy a befektetők nagyban gondolkodnak. A városban sok külföldi, főleg román és ukrán átutazó áll megbevásárolni. Elsősorban azonban a helyiek szempontjából jelentős a beruházás. A hamarosan elérhető új szolgáltatásoknak köszönhetően nem kell majd ugyanis bemenniük ezek miatt Nyíregyházára vagy Debrecenbe. A Máté-Szalkaiak egyébként már hónapok óta találgatják, milyen üzletek kapnak helyet a komplexumban. Ez alapvetően üzleti titok, amit elmondhatunk, hogy lesz az áruháza mindenképpen élelmiszer, ruházat, cipő, lakásfelszerelés. Bízunk benne, hogy műszaki és sport is. Egy-két céget azért meg tudunk nevezni természetesen. Ilyen a Jiszkáruház, aki biztosan nyit nálunk, mondjuk a CCC cipőáruház. Noha a munkák során a terület mélysége miatt meggyűlt, az építkezők baja a vízzel, terv szerint haladnak. Nyitási dátumként november 4-ét célozták meg. Először azonban csak az üzletek mintegy fele várja majd a vásárlókat. A keddi bejáráson a választókerület országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a beruházásnak köszönhetően térségi szinten még jelentősebb lesz Máté-Szalka szerepe a jövőben. Ehhez ugyanakkor további fejlesztések is szükségesek. A Máté-Szalkai Decentrum egyrészt az ipari park fejlesztésével, a termelő üzemek idehozásával, az egészségprogram nagy beruházásaival fog fejlődni. Gondolkodunk polgármester úrral az ipari park kettő részére, ami a vasúton túlnyúló részek fejlesztése lesz a cél. Ez pedig egyfajta szolgáltató centrum, és talán abban sárolok el nagy titkot, hogy kész van egy látványterv, az út túloldalán a strand mellett egy hatalmas nagy sportcentrumra Máté-Szalkát kiköltöztetnénk. Nem sokára átadjuk a kerékpárt, adunk egy nevet a Jólétitónak, most még ez a neve, aztán folyamatosan megyünk tovább. A politikus a tervek között említette még egy sportcsarnok, egy játszótér és egy újabb szolgáltatóház kialakítását a városban.